Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, én Kisberg Szabolcs vagyok, és engedjék meg, hogy legelőször az édesanyákat köszöntsük ezen a gyönyörű napon. Ha jó Isten áldja meg az összes édesanyát, köszönjük, hogy vannak nekünk. Torockai Lászlóval, a Mi Hazánk parlamenti frakcióvezetőjével fogunk beszélgetni. Körülbelül egy órás lesz a beszélgetés, amelynek a végén, az utolsó 15 percben önök is kérdezhetnek majd. Hát akkor vágjunk is bele, tegeződni fogunk elnézést, mert régóta barátok vagyunk, nézzék ezt el nekünk. A tegnapi nappal lezárult egy korszak. Ugye kilenc évvel ezelőtt is együtt éltük meg azt a napot, amikor váltuk az eredményeket. Ásott Halmon a időközi polgármester választáson, amikor polgármesterré választottak, és azóta polgármesterként szolgáltad Ásott milyen volt ez a kilenc év? Hogy, hogy gondolsz vissza erre, a ott töltött kilenc évre egy négyezer fős település élén? Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen szép idő van, és hogy ilyen sokan vagyunk. Az elmúlt években már megmutattuk, hogy miénk a majális is, úgyhogy ez is most már egy igazi mi hazánkos rendezvényé vált. És hát az elmúlt kilenc esztendőt valóban tegnap zártam le, tehát most éjfélig voltam polgármester, illetve megyei képviselő és frakcióvezető. Mind a kettő tisztségemről le kellett mondani a holnapi eskütétel miatt, hiszen holnap alakul meg az országgyűlés. És hát ez a kilenc év, ez nagyon küzdelmes kilenc év volt, hiszen az első év az rögtön azzal kezdődött, hogy egyrészt megörököltem egy egy tönkretett települést. A korábbi fideszes polgármester korrupciós ügyei, illetve a nem, törő, nem törődömsége miatt ez a település ez gyakorlatilag 2013-ban, 2014-ben halára volt ítélve. Mert amellett, hogy olyan 90 millió forintos hiányjal kellett átvennem a település vezetését, elindult a migráció. És ugye, hát ennek a történetét itt mindenki jól ismeri. Ez egy... Ez egy nagyon reménytelen küzdelemnek tűnt az elején, egyébként még most is, mert most is folyamatosan jönnek a migránsok, és egyre agresszívebbek. Csak ugye Magyarországon a politika ezt a témát használja mindig valamilyen választási fogásként, mi viszont ott élünk, tehát számunkra, meg az én számomra ez nem egy, nem egy választási kampány fogás, vagy nem egy politikai termék, hanem a hazánkért való harc és küzdelem, erről szól a migráció elleni harc. És hát az első egyeztendőben, ugye ebből a szempontból, ezt nyilván mindenki tudja, hogy abszolút magamra voltam hagyva, hiszen bár ugyanez a Fidesz kormány volt már akkor is, nem akart ezzel a kérdéssel foglalkozni. És én polgármesterként hiába mentem a a kormányhoz és a kormány megbízotthoz széttárták a kezüket, és azt mondták, hogy jaj, hát ez egy globális probléma, ezt úgy sem tudjuk megállítani, meg hát az én kerítés ötlet elképzelésem az egy, az egy őrültség, ilyet nem lehet Európa közepén megépíteni, pénz se lenne rá, Brüsszel se hagyná, stb. stb. És az első egy év az olyan volt tényleg, mint egy, mint egy ilyen szür, szürreális film, bár tulajdonképpen évek óta a szürreális filmben érzem magam a Covid kapcsán is, nem csak a migráció kapcsán. És hát védtük, védtük a települést, védtük a határt, amivel tudtuk szó szerint. Tehát mentünk pusztakézzel, mentünk sörétes puskával, amikor ugye megalakítottuk a, a mezőőrséget. És hát éppen mire, mire föl tudtam volna lélegezni, ugye 2016 tavaszára, mert addigra megépült a kerítés, addigra tudtuk azt mondani, hogy valamennyire ellenőrzés alá tudtuk vonni a migrációt Kicsit helyreállt a törvényes rend. Éjszakánként már nem törtek be ötvenen a tanyáinkba és a házainkba. És hál' Istennek, ami egyébként a legmegterhelőbb volt, az a, az a külföldi sajtó érdeklődés 2015-ben. Tehát a sokkal megterhelőbb volt, mint a migránsokra vadászni, mert az nekem inkább egy hobbi, tehát azt néha élvezem is. De, de, a, de az, hogy napi 20 interjút adni angolul az Al jazeera a BBC-nek, meg a többieknek, az nekem egyébként az volt a legmegterhelőbb abban az időszakban, ezt szerintem senki nem is gondolná, nem a migránsok elleni küzdelem. És a 2016 tavaszára ez lecsengett, lecsengett. És már nekem se kellett annyi interjút angolul adni, mert addigra ugye a Fidesz politikai terméket látott a migrációban, és elkezdett vele foglalkozni. És akkor éppen hátra tudtam volna dőlni 2016 tavaszán, mert rendbe tettük a települést anyagilag is, szépen lassan elkezdődtek a a fejlesztések is a településen, illetve kontrolláltuk a migrációt, és erre kaptam egy telefonhívást. Ugye kb. tízszer hívott ugyanaz a telefonszám, nem ismertem azt a telefonszámot, mire végül is fölvettem. Egyébként éppen egy zarándok úton voltam Józsi atyával, a, az plébánossal, mert volt egy fogadalmam, ugye azt mondtam neki, talán egy ilyen hasonló rendezvényen borozgattunk a plébános úrral, és akkor mondtam neki, hogy szeretnék egy fiú gyermeket, és kérdezte tőlem, hogy mit tennék meg érte. Én mondom, ezt te tudod elintézni, Józsi atya. És akkor azt mondta, hogy, hogy hát ez nem olyan egyszerű, tehát valamit mondani kell. Mondtam, hogy elgyaloglok a hercegszántói Szűzmária szoborhoz, az 110 km a tanyámtól, hogyha a fiam születik, és akkor azt mondta József, atya, hogy de hát, és mi lesz, hogyha lány lesz? Mert ugye a legfontosabb, hogy egészséges hogy legyen a gyermek. És akkor mondtam, hogy akkor, akkor, Szegedre a boldogasszony szoborhoz, az csak 37 km, és mivel a harmadik alkalommal is lányom született, azért Józsi atyával éppen bandukoltunk a boldogasszony szoborhoz egyébként Szegedre és öszként megálltunk a határ mellett. Nagyon vicces nap volt egyébként, emlékszem, 2016 tavaszán, mert hát olyan 20 méterenként megállítottak minket a katonák és a rendőrök, mert végig a kerítés mellett mentünk, ugye az út az, az úgy vezet a tanyámtól. És akkor a végén már a rendőrök is tudták, hogy ja, hát ez a bolondos pap és a polgármester gyalogol a, a, a kerítés mellett, úgyhogy nem kell őket megállítani gépkarabéllyal. És hát ilyen körülmények között megálltunk, hogy megegyünk egy szendvicset kb. 20 km gyaloglás után, és akkor kapcsoltam be a telefonomat, és egy egyfolytában hívott egy, egy szám, amit mindig kinyomtam, nem vettem föl, mondom, most nem akartam, hogy megzavarja ezt a meghitt pillanatot ott Józsi atyával, és akkor végül fölvettem, mert annyira agresszív volt, hogy kíváncsi voltam, hogy ki az, aki ennyire el akar érni, és vonagábor Gábor. Bona Gábor volt a vonal túl végén, és akkor ugye ezzel tönkretette az életemet, mert ugye 2016 tavaszán megkérdezte tőlem, hogy nem akarok-e belépni a jobbikba és indulni az alelnöki posztért, és akkor mondtam, hogy nem. Mondtam, hogy nem, letettem a telefont, és mi gyalogoltunk tovább Józsi atyával, és akkor József atya azt mondta nekem, hogy hát azért gondoljam én ezt át, mert ki tudja, lehet, hogy a Jóistennek van valami terve ezzel. Hát nem tudom, hogy volt-e terve, de, de, most itt vagyunk. Tehát ez lett a vége, hogy a Mi Hazánk Mozgalom nevű politikai erő rendezvényen vagyunk, most már bent vagyunk a parlamentben, és hát frakcióvezető lettem, és le kellett emiatt mondanom sajnos, amit elég nehezen élek most meg a polgármesterségről. És ugye emiatt a vona Gábor féle telefonhívás miatt, tehát a történetet innentől már mindenki ismeri, hiszen a nyilvánosság előtt zajlott. Még kétszer kikosaraztam, Vona Gábort, hiszen éppen, ahogy az előbb mondtam, kezdhettem volna élvezni a polgármesterséget, de hát innentől kezdve nem tudtam élvezni a polgármesterséget, mert, mert elindult egy, egy országos politikai történet. Először ugye a Jobbik alánökeként, aztán ugye Vona Gáborra szembe kerülve egy, egy pártszakadás lett belőle, és aztán ugye megszületett a Mi Hazánk mozgalom, és hát végig, két helyen, két fronton kellett helytállni. Egyrészt polgármesterként is továbbra is újra megválasztottak, ugye összesen háromszor választottak meg az ásodt, meg polgármesteré, de közben föl kellett építenünk egy, egy országos politikai erőt elképesztő ellenszélben. Gondolom, ezt sem kell mondanom, itt mindenki tudja, hogy, hogy hogyan, hogyan küzdöttük végig az elmúlt éveket. És hát nyilván ásott halom, az, ha már így megkérdezted Szabi, akkor az a, az életem egy nagyon fontos állomása lett. Ugye egyrészt én, én, ott, én, oda haza mentem, és haza is találtam, hiszen a ásott halom az tulajdonképpen 1950-ben jött létre Szeged alsó tanyából. Tehát én Szegeden maradtam, ahol születtem, és gyerekkoromban szerettem bele ebbe a tanyavilágba, ez a Mórahalmi járás, ugye a Szegedi alsó tanya, eredetileg, és én gyerekkorom óta arról álmodtam, hogy ott fogok egy tanyán élni. Hát ott élek, ott is fogok meghalni. Úgyhogy én maradok ásot halmi, független attól, hogy nyilván most már azért Budapesten is kell majd laknom, mert, mert kaptam egy, egy más feladatot a magyaroktól. De egyelőre nem vagyok boldog tőle hogy kérdezted, hogy hogy élem meg, nem, nem vagyok boldog tőle, hanem ezt egy ilyen feladatnak, egy munkának tartom. Kaptam most egy feladatot. Az a része nem tesz boldoggá, hogy nem vagyok polgármester. És nem azért, mert a polgármesteri cím kell nekem, hiszen én pontosan ugyanannyit fogok dolgozni ásott halomért, mint az elmúlt években, amikor már a párt elnöke voltam. Nekem ehhez nem kell se fizetés, se titulus én ugyanúgy szolgálom a települést, rengeteg olyan projektünk, beruházásunk, elképzelésünk van, amit nem fejeztünk be. És én be akarom bizonyítani, hogy amikor nekem még a képviselőtestület se hitt 2014-ben azt a programot, amit én fölvázoltam, hogy ezt meg lehet csinálni, azt tényleg meg lehet csinálni. Tehát ameddig nem fejezzük be, addig én ugyanúgy dolgozom másodhalomért, úgyhogy a polgármester hivatalban fogok irodát bérelni, ugyanúgy, aki eddig a titkárság vezetőn volt, ő fogja az irodámat vezetni, én minden ásotthalmi számára elérhető leszek, én nem vagyok hálátlan ember, én olyan sokat köszönhetek annak a 4000 ásotthalmi embernek, aki kitartott mellettem akkor is, amikor nekik nem lett volna kötelességük az, hogy elfogadják az, hogy nekem, nekem egy országos pártot is építeni kell. az, az ők azt mondták volna, hogy őket az nem érdekli, hát nem, nem, nem ezzel bíztak meg. És hát nyilván jóval kevesebbet tudtam velük foglalkozni, miközben jártam az országot. Úgyhogy nekem most törlesztenem kell a négy amit felé, úgyhogy én továbbra is dolgozom a településért úgy is, hogy, hogy már nem vagyok polgármester. Az elmúlt hét az viszont már a nagy politikáról szólt ugye parlamenti bizottsági helyekről egyeztettetek Durodóra elnök helyettes is veled volt. Van olyan pozíció, amire mi hazánk és a baloldal is e, igényt tart, például a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki széke. Hogyan zajlottak ezek az egyeztetések? Milyen hangulat? Ugye, a jól gondolom, korábban nem voltál ilyen, e, hogy is szoktad mondani, ilyen füstös, e, hátsó helységekben megkötetett paktumok, vagy ilyen érzésed volt ezeken az egyeztetéseken? Igen, ezt el is mondtam a sajtónak, hogy e... Hogy ugye ezek az egyeztetések egy gyönyörű, szép környezetben folytak a, a parlamentbe jutott pártok vezetői között, az Aponyi Gróf teremben, ahova vörös szőnyegen sétáltunk be ezekre az egyeztetésekre, és ehhez képest, és ezt a fajta új szint szeretné a mi hazánk mozgaloma a nemzettemplomába vinni, ehhez képest gyalázatos, Gyalázatosak voltak ezek a, ezek a tárgyalások, hiszen az elején a, a sajtót beengedték, bejött nem tudom, 50 fotós, készítettek egy csomó fényképfelvételt, aztán kimentek, és, és addig, ameddig a sajtó ott volt, addig a sajtó, sajtónak cirkuszoltak egyébként a baloldali pártok, amikor a sajtó már nem volt a gróf Aponyi teremben, akkor pedig átballagtak a Fidesz frakció vezetőjéhez, Kocsis Mátéhoz, és akkor a fülébe sugták, hogy milyen bizottságokat szeretnének. Tehát így működik a parlament, így működnek ezek a baloldali vagy balliberális... A pártok, és ezzel szemben mi viszont kiterítettük a kártyáinkat. Tehát mi azt mondtuk, hogy mi nem füstös szobákban akarunk egyezkedni a pozíciókról. Én elmondtam hetekkel ezelőtt még a tárgyalások elején, hogy az az álláspontunk, hogy, és ez szerintem elég egyértelmű, hogy három, három lista jutott a parlamentbe. Tehát nem tizenvalahány párt, három lista. Mindenkinek volt arra lehetősége, hogy egyedül induljon. De csak a mi hazánk mozgalom volt annyira bátor, hogy egyedül indult a választásokon. És onnantól kezdve, hogy három lista van, már pedig a Fidesz az én álláspontomat magáévá tette, tehát ők is három lista szerint osztják el a parlamenti pozíciókat. Onnantól kezdve a balliberális pártok ugye megőrültek, mert nekik most egymással kell egyezkedni. Tehát amikor azt mondják, hogy ugye a parlamenti szokásjog szerint az országgyűlés alelnöki széke közül kettőt kap az ellenzék, mert hogy kettő lista van, egyébként ez így volt korábban is. Tehát semmiféle új dolog nem történt, nem kapott semmilyen kedvezményt a Mi Hazánk mozgalom. Amikor a Jobbik még egy önálló listán induló önálló párt volt, akkor pontosan ugyanígy osztották el az országgyűlési bizottságokat, illetve az alelnöki pozíciókat. Akkor nem tiltakoztak, most tiltakoznak. Hát egyék meg, amit főztek. Tehát Jakab Péter most egyezkedjen Gyurcsány Ferenccel. Ők választották ezt a testvéri szövetséget. Hát hogy lehetne mondjuk a mi hazánk mozgalmat egyenlő politikai erőként kezelni a párbeszéddel? Mert ugye az ő álláspontuk szerint van mondjuk 6-7 képviselője a, a, ezeknek a fantom pártoknak, és úgy kéne kezelni, mint a mi az mozgalma. Tehát ezek a pártok, ezek önállóan nem tudnak elindulni a választásokon. Tehát jelentkezzen, akinek a saját településén van párbeszéd alapszervezet. Hát én Dél-Magyarországon még nem hallottam ilyet, hogy működő alapszervezeteik vannak. Hát nincsenek, ezek fantompártok, azokból az emberekből állnak, akik ebből élnek nincsenek, nem tud, nem véletlenül nem rendez egyik párt sem most a munkáspárton kívül majálist, mert nem menne el oda senki. Ezeknek a pártoknak nincs társadalmi beágyazottsága. Ezeknek a pártoknak nincs társadalmi ereje. Ezek néhány megélhetési politikus által működtetett pártok. Talán ott a balliberális pártok közül, ugye a DK, a DK az, aminek van egy ilyen országos Képítettsége. Most már ugye jobbiknak sincsen gyakorlatilag, tehát ezek ezek ilyen fantom pártok, és ők azt szerették volna, hogy, hogy ugyanolyan mértékben osszák el majd a helyeket, úgyhogy hál' Istennek úgy néz ki, hogy nem így lesz, hanem úgy, ahogy azt én javasoltam. Úgyhogy, úgyhogy most szenvednek, most szenvednek. Azt azért bevallom őszintén, ha már elmondtam, hogy, hogy keserűséget ö, ö, okoz számomra az, hogy le kellett mondanom a, a polgármesterségről, de azt hagyd mondjam el, hogy az viszont örömöt. Az viszont örömöt, ahogy végignéztem ezeket a, a balliberális pártokat, a Jobbikot, a DK-t, meg a többit, ahogy most marakodnak, marakodnak a a jó fizető bizottsági elnöki, meg alelnöki pozíciókért, úgyhogy ezen azért jót mosolyogtam. Egyébként pedig az nagyon jellemző volt, és ugye így került szóba az, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetését is magunknak követeljük, hogy ott, amikor az újságírók már kivonultak, akkor Tordai Bence, aki, aki látható, tehát észrevehető, hogy nem tudja, hogy a Nemzettemplomában van, mert úgy is viselkedik, és oda szólt a Fidesznek, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetését maguknak követelik ezek a összefogás baloldal, nem tudom milyen pártok, mert hogy a Fidesz túl közel került az oroszokhoz. És nem lehet az övék a Nemzetbiztonsági Bizottság. Erre visszaszóltak a fideszesek, a balosoknak, hogy ti meg az amerikaiakhoz, meg a többiekhez, és akkor mi, mi, mielőtt ugye még én javasoltam volna Izraelt, meg még egy pár országot az amerikaiak, meg az oroszok mellé, én inkább nem mondtam, hanem szót kértem, és csak annyit mondtam, hogy folytassák le ezt a vitát egymás között a Fidesz és a baloldal, hogy melyik a nagyobb hazáruló. Viszont adják akkor nekünk a mi hazánknak a Nemzetbiztonsági Bizottságot, mert csak mi állunk a magyarok oldalán. Aztán csönd lett. Mit tud majd tenni a parlamentben a mi hazánk? Ugye nagyon kevesen számítottak kétharmadra úgy több baloldali vezető politikus, meg Momentum is, meg, meg többen is azt mondják, hogy így nincs is értelme bemenni a parlamentbe. Persze most kiderült, hogy azért végül fölveszik a mandátumot, mert a pénz az csak pénz, de van-e így értelme politizálni egyáltalán, ott lenni a parlamentben? Hát egyrészt ez nem kívánság műsor. Tehát, hogyha kívánság műsor lett volna, akkor én polgármester maradtam volna én polgármester szerettem volna maradni, de akkor csak polgármester. Tehát szerintem együtt a kettőt nem lehet, egyébként a párt elnökséget sem. Tehát ez nem volt egy, egy, jó helyzet az elmúlt években, hogy 200 km a fővárostól én egy nap 8 órában polgármester vagyok, és közben legyek egy országos párt elnöke. Tehát szerintem ez a kettő, ez nem jó. Dicséri a mi hazánk mozgalom tagságát, és az ásotthalmi négyezer embert, hogy képesek voltak, erre utaltam az előbb, ezt elfogadni nekem. Én nem fogadtam volna el. Tehát sem Ásotthalmi lakosként nem fogadtam volna el, sem mi hazánk tagjaként nem fogadtam volna el. Úgyhogy hadd köszönjem ezt meg a mi hazánk mozgalom tagságának és az ásotthalmiaknak, hogy ennyire elképesztően nagy türelemmel és szeretettel segítették a, az én munkámat és azzal, hogy tényleg nekem mindent megbocsájtottak. Az ásotthalmiak is, hogy három napig, hát most a kampányban alig voltam ásotthalmon, hát ugye jártam az országot folyamatosan. Szóval nem én döntöttem így, nem az én személyes életem szempontjából kellett úgy dönteni, hogy akkor Budapesten a parlamentben kell folytatnom, hanem így döntöttek a magyarok. Innentől kezdve kutya kötelességem nekem a parlamentben frakcióvezetőként a maximumot, maximumot kihozni és elérni abból, hogy mindössze hat képviselővel, de bent vagyunk a harmadik politikai erőként, a Magyar hogy mi az, amit el tudunk kérni. Nem lehet megkerülni természetesen azt a, azt a, helyzetet, hogy, hogy kétharmaddal kormányoz a Fidesz, és valóban erre én sem számítottam. De valljuk be őszintén, hogy erre senki nem számított, hogy képesek ekkorát nyerni a fideszesek. Ugye ennek számos oka van egyébként. Az egyik az ukrajnai háború, a másik pedig, hogy, hogy milyen a baloldali ellenzék. Hát ezek mindent elkövettek, mindent elkövettek azért, hogy esélyük ne legyen soha megnyerni Magyarországon a választásokat. És egyébként pont ez a másik olyan tényező, ami miatt nekünk, a mi hazánknak most nagyon keményen el kell kezdeni dolgozni és építkezni, bővülni. Mind a 106 választókerületben nekünk fölálltak a csapataink, és nagyon jó csapataink vannak, ez kiderült a választásokon is de még tovább tudunk bővülni, és most kell bővülni. Tehát most kell még komolyabb politikai erővé válni, mert egyszerűen nincs alternatíva. Tehát amikor a baloldali pártok ugye most keresik az okokat, keresik annak az okait, hogy ők miért nem tudnak választást nyerni, akkor ugye Ungár Péter volt az, én ezt mondtam neki is egyébként, amikor ugye összefutottunk, talán TV stúdió vagy a parlamentben, nem tudom. Én mondtam neki is, hogy ő találta el egyébként a legjobban hogy miért ilyen szerencsétlenek ezek a baloldali pártok, mert ugye ő azt mondta, hogy ők csak egy elitnek, egy belpesti elitnek politizálnak, és gyakorlatilag elszakadtak a magyar néptől. Tehát nem ismerik a magyar nép lelket, nem tudnak szólni a magyar emberekhez, és ezért képtelenek hála a jó Istennek, ezek képtelenek lesznek választás nyerni a jövőben. És amikor Ungár Péter, ezt, sőt nem csak ő, Donát Anna is, ezt ugye most leírta, hogy ez az oka annak, hogy a baloldal nem tud nyerni, akkor ugye csak halkan hagyd tegyem hozzá, hogy az a jó hír számunkra, hogy hiába jöttek rá, hogy mi a probléma. Tehát amikor egy ungár Péter, aki mégiscsak egy milliárdos csemete, Igazi, tipikus Belpesti több generációs politikát kezében tartó milliárdos csemete, aki olyan távol van mindenféle szempontból a magyar valóságtól és a magyar emberektől, aki ugyanezt a trendet, ugye ezt az LMBTQ világot képviselő, büszke homoszexuális, ez a az ungár Péter soha a büdös életben nem fog tudni eljutni mondjuk a vidéki magyarokhoz. Soha. Soha. És hiába jönnek rá a receptre. Hiába jött rá és írta le Donát Anna, hogy az, ami nyugaton működött valamennyire eddig, ez a, ez a vók kultúra, ugye? Ez, hogy, hogy gyakorlatilag ki kell írtani a fehér embert is. Meg kell szüntetni azt, hogy nő és férfi. Meg kell szüntetni azt, hogy a cél mégiscsak az, hogy gyermekáldás legyen. Tehát minden alapvető törvényt, természeti törvényt át akarnak ugye nyugaton hágni, és ezt képviselik a, ezek a balliberális pártok. Erre nem vevő a magyarság. Erre nem vevő a magyarság. Vagy ott van például az ukrajnai háború. Én el nem tudom mondani, hogy milyen büszke vagyok a népemre, a magyarokra. Ugye rengeteg barátom van mindenfel Európában. Lengyelek, angolok, mindenhol. Mindenkit tudtak hiszterizálni. Mindenkit lehet hülyíteni. Boldogan mennének egy világháborúba. Megsemmisíteni a saját országukat a lengyel barátaink is jelenleg. Egy, egy Zelenszkijér. Egy, egy ilyen színészért, aki aki, 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 ha meglátom a képernyőn, el kell kapcsolnom, hogy ne legyek tőle ideges ahogy követelőzik, ahogy parancsokat osztogat, hogy a magyarok, akiket egyébként el akarnak taposni Kárpátalján, mi menjünk és halljunk meg őértük. Hát menjen a francba az ukrán nagykövettel együtt, aki ezt követeli tőlünk. És a, és a, és a mi népünk az, akit halálos stratégiai nyugalommal, nem Orbán Viktor, az, aki stratégiai nyugalmat tanúsít, nehogy valaki félreértse, a magyar nép. És ő semmi más nem csinál, mint ahogy a Fidesz működik. Minden héten letapogatják a magyar közvéleményt. És a Fidesz így alakítja a politikáját. És ő azért beszél stratégiai nyugalomról, mert a magyar nép stratégiai nyugalmat tanúsít. És egyetlen egy olyan politikai erő van, amely együtt lélegzik. Együtt dobban a szíve a magyar néppel, és nem kell közvélemény kutatási adat. És ez pedig a mi hazánk mozgalom. És ez, a, ez lesz a mi titkunk. Ez egyrészt a mi titkunk, hogy hogyan sikerült három év alatt egy parlamenti pártot a semmiből létrehoznunk, és ez a titka annak, hogy el fogunk jutni egy napon a kormányzásig. Úgy legyen. hogyan tud majd változtatni, vagy tud-e változtatni a mi hazánk azon a 30 vagy több mint 30 éves gyakorlaton, ami a parlamentben zajlik, hogy soha nem szavazzák meg. Tehát ha van mondjuk még egy építő, mondjuk a baloldaltól nem sok ilyet látunk, de mondjuk lenne egy építő törvényjavaslatuk, azt sem szavazza meg a Fidesz, illetve ez ugye kölcsönös amíg meg baloldali kormány volt, akkor soha nem szavaztak meg mondjuk egy építő Fideszes törvényjavaslatot. Van-e bármilyen esély, látsz -e bármilyen esélyt arra, hogy mondjuk egy mi hazánkos javaslat át tud menni ezen a Fidesz ellenzék, nem is tudom jól kifejezni, háborún? Hogyne, sőt. Mi ellenzékből kormányoztunk az elmúlt években, hogyha észrevettétek. Tehát eddig is rengeteg javaslatunk átment. Csak Fideszes javaslatként. Hát ugye a Fidesz mit csinált az elmúlt években is? Csemegézik a Mi Hazánk Mozgalom programpontjaiból. Ha éppen a migráció, akkor onnan csemegézget, ha éppen a határkerítés, akkor azt lopkodja el. Ha éppen a gyermekvédelmi törvény, ugye, aminek a, szövegét is dúró-dóra fogalmazta meg, és akkor ugye leszavazta a Fidesz. Aztán sajátjaként beadta, amikor már túl sok volt a Kaleta, Botrány, meg a Szájer József ügyek. És én rendkívül nagy vonalú vagyok ebből a szempontból. Tehát ezt, ezt mindig szoktam tőlem kérdezni, hogy hát ezt hogy viseljük, hogy a Fidesz így lopkod tőlünk. Hát tegye, tegye. Hát engem nem az érdekel, és nem, nem úgy működtem eddig sem, hogy, a, hogy, görcsösen, görcsösen figyelem a százalékokat, görcsösen nézem, hogy egy általunk kitalált javaslat mi hazánkosként megvalósul-e, és egyébként hozzá az nekünk plusz szavazatokat, soha nem így működtem. Én láttam ilyen görcsös politikusokat, elég sokat voltak itt elég közelről, ezek mindig elbuknak. Mindig elbuknak. Tehát a magyar nép mindig megbünteti az ilyen politikusokat. Ugye ez, ez történt Vona Gáborral, aki görcsben volt, hogy ő, ő vagy miniszterelnök lesz, vagy vége. Végig görcsben volt. Mi történt vele? Az történt vele, hogy most egy mit tudom én, egy ilyen, mi az? Influencer. Influencer. Na. De, de ezeket a, a, politikai vezetőket, ezeket a magyar nép megbünteti. Vagy ott van Márki Péter, akiben szintén egy ilyen, ilyen Márki Péterben is volt egy ilyen görcs, hogy hát ő most, pfú, ő most miniszterelnök lesz, és nem tudom, ő most győzni fog. Hát jó megverték, még Lázár János is volt mezővásárhelyen. Sőt, hosszú távon biztosak lehettek benne, hogy hódmezővásárhelyen a polgármesteri címet is el fogja veszíteni, pontosan azért, mert ismerem a magyarokat. Tehát ő elindult a lejtől lefelé, meg fogják büntetni a vásárhelyiek is. Tehát neki vége, neki vége. Erről köthet még, de neki vége. Mi nem lehetünk ilyenek. Tehát teljes nyugalommal mi tegyük a dolgunkat mondjuk a javaslatainkat úgy, ahogy a a szívünk diktálja, amit a legjobbnak érzünk a hazánknak, a népünknek és a civilizációnak, amihez tartozunk. Tegyük meg ezeket a javaslatokat, legyünk baromira kreatívak, szerintem eddig is azok voltunk, és ha ebből valamit a Fidesz ellop, akkor egyetlen egy dolog miatt zavar engem, Épp, és pedig azért, mert a Fidesz ezeket általában csak kommunikációs eszközként használja, és nem akarja valójában megvalósítani. Az összessel így jártunk. Sajnos a kerítésen is áttörnek a migránsok, tehát ugye a határőrséget se állították vissza, nincs is megfelelő élőerő, és a ennél nagyobb probléma, hogy nincs megfelelő jogszabályi háttér. Tehát egy szélmalomharcot folytatunk a határ mellett, elfogjuk a migránst, visszadobjuk Szerbiába, és két óra múlva újra elfogjuk az erdőben. És semmi nem történik. Ugye ezzel kapcsolatban szép javaslatokat fogok majd benyújtani a kormánynak, mostantól már a parlamentben. Nyilvánvalóan, akit elfogunk másodjára, az be kell zárni. Be kell zárni, és nem Magyarországon, hanem deportálni kell. Ami a jó hír, ami a jó hír, hogy erre van most már precedens, ugye a Dán kormány a migráns bűnözőket koszovói. Fegyházakba deportálja. Úgyhogy senki nem mondhatja azt, hogy mi ezt nem tehetjük meg. Úgyhogy ezt fogom benyújtani a kormánynak, és majd kiderül, hogy a Fidesz komolyan gondolja a migráció elleni harcot, vagy ez is csak egy politikai termék számára. És, és lopkodják el a javaslatainkat. Én egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy valósuljanak meg a javaslataink. És nem kell amiatt félni vagy aggódni, hogy jaj, hát akkor a mi hazánk mozgalomra ki fog szavazni. Egyrészt a magyarok okosak, bölcsek. De a magyarok pontosan tudni fogják, ma is tudják egyébként a magyarok, hogy honnan indult a kerítés ötlete. Ezt tudja, azt a Fidesz szavazók is tudják. Szokták mondani az utcán, hogy jaj, tudom, tudjuk, lacikám, hogy maga ott harcolt a migráció ellen, de azért leszavaznak Ormán Viktorra, nem baj, de, de nekünk mindig lesznek új javaslataink. Úgyhogy én azt gondolom, hogy át fognak menni. Azt nem gondolom, hogy úgy fognak átmenni, ahogy egy normális demokráciában kellene. Tehát úgy, hogyha jónak találja mondjuk a, a Fidesz, vagy akár a baloldali pártok, akkor azt megszavazzák. Mi ebből a szempontból is unortodox párt leszünk a parlamentben, tehát ha bármelyik más párt a hazának, a nemzetnek hasznos törvényjavaslatot benyújt, nem érdekel engem, hogy milyen a pártérdek, egy dolog fog számítani, mi a haza és mi a magyarság érdeké, és támogatni fogjuk. Na, ilyen párcsa nagyon volt még eddig a parlamentben. Aki kellene emelned három törvényvaslatot vagy kezdeményezést, amit a mi hazánk a parlamentben ö, elő fog terjeszteni, mi lenne ez a három most így kezdésként hirtelen? Hát ugye egyre több ilyen javaslat van. Ugye egyrészt beszéltünk róla, hogy mindenképpen az alkotmány kérdésével kell foglalkoznunk. Tehát jelenleg Magyarországon egy alkotmányos válság van. Az, ami ugye az alaptörvény, az, az egy Fideszes párt törvény. Szerintem ez méltatlan. Méltatlan a világ legszebb parlamentjéhez, ez méltatlan a magyar nemzethez, méltatlan a hazánkhoz. Tehát mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés induljon Magyarországon. Ha ezt most nem fogja támogatni a Fidesz, sajnos ugye a kétharmaddal ezt megteheti, akkor addig fogunk küzdeni, még eljön az a nap, amikor tényleg a nemzet tud majd alkotmányozni, szigorúan a történelmi alkotmányosság alapjaira építve, jogfolytonosan. Mert hogy az nem 2012-ben szakadt meg, hanem már 1949-ben is, amikor a sztálinista alkotmány Magyarországra ráerőltették. Tehát ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni elsők között. Ugye volt, volt még ugye két ígéretünk, az egyik, hogy a, a, WHO szerződést megakadályozzuk. Ugye van egy ilyen elképzelés, hogy a WHO átvenni a átvenné a nemzetállamok fölött az irányítást úgynevezett járványhelyzetben Katasztrofálisan komoly veszélyt jelent ez egy olyan világban, ahol bárki bármikor bármilyen vírust kreálni tud, elindítani tud, kitalálni tud. Tehát ez is egy nagyon komoly veszélyforrás. Illetve a harmadik az szintén egy erkölcsi kérdés, ugye a budaházi gyuriék ítélete miatt ugye mi kezdeményeztük a, 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 kegyelmet, viszont olyan kérés jutott el hozzám az érintettek, illetve a jogi képviselőik részéről, hogy egyenlőre ne politikai pártként kezdeményezzük, hanem az egyéni kegyelmet próbálják meg a köztársasági elnöknél az érintettek. Mi ezt természetesen tiszteletben tartjuk, tehát mi nem akarunk ebből sem politikai terméket csinálni. Ez egy erkölcsi, morális kérdés számunkra, hogy azokat a hazafiakat, akiket a 2006 és 2010 közötti időszakkal összefüggésben meghurcolnak, azokat végre most már hagyják békén, és végre szabadon élhessék ennyi év utána az életüket. Úgyhogy azt fogjuk tenni, amit ők fognak kérni tőlünk. És van még egy olyan ügy, ami, ami, nem tűr halasztást, amivel sürgősen elő fogok állni. Ez pedig a, az élelmiszerválság, ami ugye közelít, illetve részben már itt van, aminek számos oka van, de a legfőbb oka az az új világrend kialakulása, aminek eszközeként használták ugye a koronavírust, most a háborút, és brutális, brutális élelmiszer válság elé nézünk miközben Magyarország részben legalábbis önállátó lehetne. Ha valaki végre normálisan hozzányúlna például a mezőgazdasághoz, az élelmiszeripar visszaépítéséhez, tehát ez lesz az első dolog, amit kezdeményezni fogok. Ami a jó hír, hogy olyan jeleket látok, ami azt mutatja, hogy ez lesz a következő mi hazánkos ötlet, amit a Fidesz le akar nyúlni, de tegye. Tehát ha az élelmiszeripart elkezdik visszaépíteni, engem nem érdekel, hogy Fidesz kormány van, az az érdekel, hogy valósuljon meg, hogy a magyarok ne éhezzenek, mert konkrétan, és ez ugye most már gondolom nem, nem is nagyon kell ezt bizonygatnom, hogy ez ténylegesen fenyegető veszély. És az egy nagyon jó jel, hogyha már említettem, hogy Márki Zajt Pétert ugye Hódmezővásárhelyen is agyonverte Lázár János, hogy olyan tárcát akar létrehozni ugye a kiszivárgott információk alapján a Fidesz, ami tulajdonképpen a viradat program megvalósítását tűzte ki célul, bárcsak, bárcsak megcsinálnák. És engem azt sem érdekel, hogyha más akar ebből politikai hasznot húzni. A lényeg, hogy a magyaroknak legyen jó. És ugye Lázár János vinné talán ezt a tárcát, ami az élelmiszeripar visszaépítését is szolgálná. Ugye ismerve a Fideszt, Előre félek ettől. Tehát én, én már látom lelki szemeim előtt, hogy Mészáros Lőrizt meg a, meg a többiek lesznek majd az új gyártulajdonosok, ugye mi nem ezt akarjuk. Tehát nem ez van a viradat programban, ez azért fontos elmondanom, de kőkeményen támadni fogjuk. Hogyha a Fidesz ezt is olyan fideszes módon akarja majd megvalósítani, de maximálisan támogatjuk majd ezt a tárcát ha tényleg őszintén azon akarnak dolgozni, hogy Magyarország részben legalább önállátó legyen, és miközben mondjuk Európa más országaiban megvehetetlenül mondjuk megdrágul az élelmiszer, Magyarországon hozzá tudjanak jutni könnyen a, a magyarok az élelmiszerhez. Úgyhogy, úgyhogy ez lesz még egy ilyen nagyon fontos dolog, amit el kell indítanunk. Budaházi Györgyékről még én is ejtenék két szót. Itt szembe a színpaddal, a második sátornál gyűjtik az aláírást a, a kegyelmi kérvényhez. Ha jól tudom, akkor itt van Gyuri édesanyja is, illetve Eddát is láttam, illetve ott lehet vásárolni pólókat is, amivel a családokat lehet támogatni. Tegyük meg ezt minél többen szegények, ugye többen is börtönben vannak jelenleg is ami ellen Budaházi Gyuri is nagyon sokat küzdött az LMBTQ propaganda, Pride, idén is sikerült lefoglalni a mi hazánknak, a belvárosnak a nagyobb részét, ha jól tudom. Ez Novák elődött dicséri, nem tudom, most az előbb még itt láttam. Novák elődött dicséri, illetve több szervezetet is, hogy sikerült is ismét megelőzni ezeket a szervezeteket a bejelentésben. Van egyébként ennek értelme? Tehát most ugye tavaly is ez volt, hogy lefoglaltuk, aztán vonultak másik Uh, útvonalon minden korábbinál többen, több mint 30 ezeren az állításuk szerint. Uh, nem egy szélmalom 600, hogy látod? Hát irgalmatlan erővel állunk szemben. Tehát azért, amikor ö, ö, nagyon komoly körökben arról beszélnek, hogy ö, ma már a, a, világon a legerősebb lobby, az ez az úgynevezett LMBTQ, ez a deviáns lobby, akkor azért az egy elég, elég rémisztő dolog. Ugye ez egy, én ezt már többször elmondtam, hogy ez egy sátáni politikai mozgalom, aminek a, a, célja tényleg az, hogy politikai mozgalomként működik. Tehát senki nem foglalkozna azzal, hogy most nem tudom, ki homoszexuális, meg ki nem, mert, mert nem, is, nem is akarunk tudni róla. Voltak régen is, az ókorban is, középkorban is, Valamiért így alakult, nem tudom, a természet kisiklik néha, de nem, nem tudom miért van ez így, de, de volt mindig. Nem akarunk ezzel foglalkozni, de. És éljenek, és nem, nem kell őket bántani, éljenek, ahogy akarnak, nem, akar, nem akarjuk látni, nem akarunk tudni róla. Ez, amit ilyen LMBTQ-nak nevezünk, ez egy politikai mozgalom. Tehát gyakorlatilag destabilizálják az államokat ezzel, ahol ezt engedik ott ezzel destabilizálni tudják a társadalmat. És ez erről szól. Ez egy, ez egy politikai eszköz. Minél gyengébb a társadalom, a világ irányítását a kezükben tartó globális nagyvállalatok és pénzügyi körök annál könnyebben tudják irányítani, kihasználni azt a társadalmat. És ennek érdekében mindent bevetnek. Ezért ez egy, ez egy politikai mozgalom. Tehát úgy kell rá tekinteni... Ahogy egy politikai mozgalomra tekintünk, nem úgy, mint emberek nem tudom szexuális érdeklődése. És innentől kezdve van értelme, mert nézd csak meg azt, hogy egy napon keresztül hogy őrjöntek. Az ő sajtójuk, mert ennek, egy politikai mozgalomnak van médiája, vannak rendezvényei, ahogy nekünk is van, ahogy a mi az mozgalomnak is van. Most is itt vagyunk egy ilyen rendezvényen, nekik is ezek, ezek megvannak. És hogyha számukra a szimbólummal bíró dolog, hogy ők az Andrássy úton vonultak mindig, ezt elvesszük tőlük, ez egy politikai mozgalomnak egy veszteség. Tehát én pontosan tudom azt, hogy a, a mennyire fontos, fontosak ezek a szimbólumok számunkra. Tehát ha már Novák elődöt említetted, akkor például a mai majális helyszíne szempontjából is, amikor így beszélgettünk arról, hogy hol legyen a majális, számomra fontos ez a helyszín. Ez szimbolikus ez a helyszín. Vagy például, amikor az eredményváróról beszéltünk, hogy hol, hol jelentsük be, hogy bejutottunk a parlamentbe, mert én azért úgy éreztem, hogy befogunk, akkor, akkor mind a ketten előttel egymásra néztünk, és akkor az jutott eszünkbe, hogy hát 2010-ben a Jobbik hol várta az eredményét. És ott akartuk. Tehát ezért voltunk ott a kongresszusi központ oldalában. Ezek szimbólumok, ezek szimbólumok. És ezeknek igenis van jelentősége, hogy, hogy átvettük ezeket a helyeket. Egyébként ha már itt tartunk, ugye a héten megmutatták nekünk, hogy mely irodákat kapjuk meg a parlamentben és a képviselő Irodaházban. Hát azt a dolgozó szobát szánták nekem, ami Kádár Jánosé volt, úgyhogy ha már a szimbólumoknál. <laughs> ha már a szimbólumoknál tartunk, jó, Apáti, Apáti Pista rögtön mondta, hogy egy pappal nem tudom majd valami rituálét kell végezni, mielőtt beülök, de, de, de én mondtam, hogy ettől nem, tehát ettől nem szabad megijedni, vagy ez nem szabad, hogy rossz érzéssel töltsön el. Pont fordítva, épp ez a lényeg, hogy átvesszük tőlük a helyeket. Ez olyan, mint egy, mint egy háborúban, amikor, amikor elfoglaljuk az ellenségtől a, a városait, vagy nem tudom, a területeit, visszafoglaljuk. Hát az Andrási út elvétele tőlük az pont ilyen. Úgyhogy igen, van értelme. Még akkor is van értelme, hogyha ők most nem tudom, máshol kénytelenek vonulni, de elvettük az ő szimbólumokat. És ez, ez minden, minden, ilyen harc a szimbólumokról is szól. Köszönöm. Most pedig önök kérdezhetnek Torockai Lászlótól. Itt egy rendező a kollégánál van a mikrofon. Kérem, fáradjon ide előre nagyjából, aki kérdezni aki szeretne, mert nem tudom, meddig ér el a mikrofon, és azt kérem, hogy röviden, hogy minél többen kérdezhessenek, még negyed óránk van. Ott-ott egy úr jelentkezett rögtön. Elnézést, én javas, javaslatot szeretnék tenni, nem is kérdezni. Azt javaslom a Lászlónak, hogy az poloska mentesíteni kell azt az irodát előtte, mielőtt oda be. Beteszi a lábát átlanítani kell. Gondoltunk rá mi is. Az a baj ezekkel a poloskákkal, hogy kivesszük, kivesszük, ami eddig ott volt, de egy hét múlva rakhatnak oda egy újat, de azért küzdünk, küzdünk. Reiner Péter vagyok, és kedves László, ott folytatnám, ahol abba hagytam a kampányzáron nagygyűlésen ugyanis ma nyilván időhiány miatt nem esett szó Trianonról, amelyek egyik központi témátok volt a Pikásparki Parki konferencián, és ugye lényegetek a Trianonnak az egyik lehetséges felülvizsgálata is volt. Kérdésem arra irányulna, hogy amikor benn vagytok a parlamentben, egy percig nem felejtitek el ennek a senki által nem kivált háborúnak egy esetleges olyan végeredményét, amire ti készültök. Ugye ti hatan készültek arra nem várt végereményre, amelyik egyik eredője a ma is érvényben lévő Beregszázki referendum, amelyik be van zárva árulás miatt a fiókba. Tessék azt a fiókot előhúzni, ez lenne a kérése. Köszönjük, ugye ezt ezt ugye már megtettük, hiszen az ENSZ-hez is eljuttattam a kárpátai népszavazás eredményét, amit teljesen törvénytelenül a kijevi kormányok mind a mai napig ignorálnak. Úgyhogy természetesen ezt most már parlamenti pártként is folytatni fogjuk ezt a küzdelmet. Az jutott eszembe az ukrán nagykövet, ugye hetente üzen a magyaroknak, fenyeget minket néha, meg ugye követelőzik, hogy a magyaroknak mit kéne tenniük az ukránok megvédése érdekében, és hogy legutolsó üzenete az az volt, hogy a Ukrajna területi integritása nem lehet kompromisszum tárgya. Én azt az üzenetet fogom jövétem visszajuttatni neki, hogy Magyarország, a történelmi Magyarország területi integritása sem lehet kompromisszum tárgya. Még, még egy utolsó kérdésre van idő, de akiben benne maradt a kérdés, fog tudni kérdezni, mert elnök úr itt lesz a sátornál a beszélgetés után. Még egy rövid kérdést, ha meghallgatunk. Elég széles körben elterjedt vélekedés az bizonyos körökben, hogy lenácizzák a mi hazánk pártot, illetve mozgalmat. Mi, hogy vélekedik ön erről ezt? Sértésnek kell tekinteni, vagy büszkének kell erre lenni? Hát szerintem a, a, ez a náci bélyeg ez se, semmilyen érzelmet nem vált ki belőlem. Tehát a különösebben jelenleg, amikor zajlik egy háború a szomszédban, és az ukránok szerint ők a náci Putyin ellen harcolnak, Putyin pedig náci, náci mentesít, szerintem hagyjuk ezt a nácizást. Tehát önök nem unják, mert szerintem ez nagyon unalmas már. Engem nem érdekel. Nem érdekel. Magyarok vagyunk. Magyarok vagyunk a magyarságot képviseljük, a saját civilizációnkat, és igen, egy szörnyű dolgot ki fogok mondani, amit, amit mindig megőrülnek ezek a vokista, balliberális őrültek. Én a fehér embert is meg akarom védeni. Tehát, ha a fehér cápát lehet védeni a kihalástól, akkor a fehér embert is. Tehát a, a saját civilizációnkat, az eurázsiai, eurázsiai északi civilizációnkat, én azt is meg akarom védeni. Szerintem ez is egy érték. És nyilván egy fekete afrikai legyen büszke arra, hogy fekete afrikai, legyen büszke arra, hogy Afrika a hazája, ez meg a miénk, és én meg nagyon büszke vagyok arra, hogy én meg ehhez a civilizációhoz tartozom. És nem érdekel, hogy kinek erről mi a véleménye. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Mint említettem, elnök úrtól lehet kérdezni, itt lesz a mi hazánk sátrában itt lehet vele beszélgetni, most pedig Fekete László a világ legerősebb embere következik egy interaktív bemutatóval itt a színpadon. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak, minden jót kívánok, viszont. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.